Üdvözlök mindenkit, a mai videóban a narcisztikusok félelmeiről lesz szó. Ugyan nemrégiben már csináltam ugye videót a narcisztikusok két fő félelméről, azonban vannak még nekik félelmeik, így a mai videóban ebből hármat fogok most bemutatni. Azonban mielőtt belemennénk, menjünk egy kicsit inkább abba bele, hogy mi az a félelem. Tehát, hogy a narcisztikus ugye az fél állandóan. Rettek, fél. A narcisztikusnak az alap vezérlő érzelme az a félelem, mi a félelemnek az ellentéte, az önbizalom, hát a narcisztikusnak ugye önbizalomból nincs sok, és nagyon sokan úgy gondolják ugye, hogy hát a narcisztikus az tele van önbizalommal, mert hát ugye, hogy mennyire jó kiállása, sugározza a magabiztosságot, és a többi. Ugyan a nyílt narcisztikus, a grandiózus narcisztikus az nagyon jól el tudja azt játszani, hogy őneki valóban mekkora önbizalma van, és mivel teljesen hiteles a környezetében, senki meg sem kérdőjelezi. Ez azonban nincs így náluk, tehát belül teljesen önbizalom hiányosak. A szilárd mag, ugye, ami bennünk van, az az identitásnak az alapja. Ez egy nagyon szilárd mag, az identitás mag. A narcisztikusnál nincs belső szilárd identitás mag. Valaki a csoportomba feltöltött egy képet, ez egy nagyon találó kép, amit most be is vágok ide. Tehát a narcisztikusnak nincs belső szilárd identitás magja, hanem egy hamis énje van. A hamis én nem valódi, hanem egy kreált én, ugye, mint már mondtam, mindenféle identitás mag nélkül. Ha valaki egy megfelelőinképpen rendelkező emberrel kezdeményez ugye egy durva stílust, vagy vitát, akkor természetes reakció, hogy ez persze senkinek nem fog tetszeni, és mindenkinek ez rosszul esik. Viszont mivel ugye van egy belső szilárd identitás mag, tudja, hogy kicsoda, tudja, hogy mennyit ér, tehát azt fogja mondani erre a vitát gerjesztő illetőnek, hogy oké, várj egy kicsit, nyugodjunk le, beszéljük meg normálisan, mit tudunk tenni közösen, hogy megoldjuk ezt a nézeteltérést. Egy narcisztikus viszont erre, ebben a formában nem képes. Tehát neki nincs egészséges önbizalma. Semmi. Nulla. A félelmük ugye, az mindenek felett áll, tehát neki, narcisztikusnak mindig az a kiindulási alap, hogy fél. Mit csinál egy ember, aki fél? Támad, vagy menekül. Ezt csinálja az, aki fél. Nagyon gyakorú, ugye, hogy szokták mondani a másiknak, hogy amikor valaki ordibál, akkor meg szokták tőle kérdezni, hogy ne haragudj, miért ordibálsz, félsz? Na, hát pont ezért. Mert aki fél, az vagy támad, vagy pedig elmenekül, de semmiképpen sem törekszik arra, hogy megoldja normális emberi módon a nézeteltérést. Erre képtelen egy narcisztikus. És akkor most nézzük meg, mi az a három, amitől a narcisztikus ugye fél. Tehát az első félelem a tiszteletlenségtől. Ha egy narcisztikussal ugye ellentétes véleményen vagy akármiről, tök mindegy, hogy mi, akkor erre a reakciója rögtön támadni fog. És rögtön azt fogja kérdezni tőled, miután van egy vita teljesen bagatell dolgokról is, hogy miért vagy ennyire tiszteletlen vele? Miért nem tisztelsz engem? Ahelyett, hogy a narcisztikus ugye csak elfogadná, hogy miért ne lehetne egy másik embernek más véleménye, mint az ő véleménye. Tehát ettől retteg, ha valaki tiszteletlen vele, és ugye, ha már nem értesz vele egyet, teljesen bagatell dolgokban is, akkor is az ő szemében te már tiszteletlen leszel. A második félelem az elhagyatástól, vagy a visszautasítástól való félelem. Retteg a narcisztikus attól. Gyakori az, hogy ugye egyet nem értésedet már annak veszi, hogy te ebből az egész kapcsolatból már tudja, hogy el akarod őt hagyni. Tehát ugye a narcisztikus ugye meg kell értened, hogy gazdasági szempontok alapján cselekszik az életében. Tehát, ha ő kiválasztott téged, akkor ő felmérte azt, hogy mi az, amit te tudsz neki nyújtani. Tehát mindent így néz. És ugye valószínűleg, mivel téged választott, tehát te egy nagyon jó narcisztikus forrással látod őt át. Tehát ő belőle táplálkozik,
és nagyon fontos neki, hogy te mindig mindenben úgy cselekedj, ahogy ő azt elvárja, tehát magyarul az alárendeltje legyél, mert ettől érzi ő magát valakinek, ugye, irányítónak, tehát neki mindig muszáj, mindig az életének a minden szegmensét és a partnert is kontrollálnia. Tehát gyakor ugye, ha azt mondod neki, hogy köszike, de elég volt belőled, akkor a narcisztikus rögtön ilyenkor ugye pánik módba kapcsol, úristen, hát most mi lesz, most egyedül maradok, most üzemanyag nélkül leszek, ki tudja meddig, honnan lesz üzemanyagom, tehát rögtön elkezd pánikolni, és ilyenkor van az, hogy nagyon gyakori ugye, amikor valaki ki akarja őket rakni, és akkor teljesen így összeomlanak, és ilyenkor ugyan el ez a pillanat, ugye, amikor fogadkoznak, hogy hát igen, beismerem a hibáimat, tényleg belátom a rossz viselkedési mintáimat, el fogok menni orvoshoz, hogy akár menjünk el együtt, és a többi. Persze, amikor a partner ebbe belemegy, és megtörténik, hogy elmenek orvoshoz, meg tehát, hogy ismét a biztonságba érzi magát, nagyon rövid időn belül ugyanúgy a körforgás veszi kezdetét, tehát kezdődik minden előről. És akkor menjünk át a harmadik pontra, a narcisztikusoknak a félelme, a kritika, tehát a narcisztikus, az mindig ugye feljogosítva érzi magát arra, hogy megmondja, hogy mit, hogyan kell csinálnod, hogyan kellene élned, tehát ő kritizálhat téged mindenben, de te nem kritizálhatod a narcisztikust semmiben. Ha kritizálod őt, ugye, hát az egyenlő azzal, hogy be kellene látnia, hogy neki is vannak hibái. Neki nincsenek hibái egy narcisztikusnak. A narcisztikus ugye az mindenek felett álló. Tehát ugye a hamis én, amit megalkotott, az egy istenszerű lény. És mivel istenszerű, az istenszerű lények ugye hát az emberek felett állnak. Tévedhetetlenek. És ha te megmernéd őt kritizálni, hogy valamit nem jól tud valamiről, valamit nem jól csinált, akkor abban a pillanatban, mivel kritika érte a hamisént, támadni fog. Őt nem lehet megkérdőjelezni. Mondok neked egy példát, hogy például van, tételezzük fel, van Jánoska. Jánoska egy szakács, van egy nagyon jó kis étterme, ezt ő vezetgeti, és mindig viszi ki az ételt a vendégeknek. Majd az egyik vendég egyszer csak azt mondja neki, hogy ne haragudj, Jánoska, én ide járok már 10 éve, de ez a moslék ide, amit kihoztál elém, ez ehetetlen. Tehát a kutyámnak nem adnám oda. Na hát a narcisztikus, de erre természetesen mi az a reakció, amit adni fog? Hát ha esetleg van benne a narcisztikus mellé még szociopata vonás is, akkor nagyon könnyen megeshet, hogy például az asztalt ráborítja a vendégre, és kidobja őket az étterméből, hát hogy mit képzelnek magukról, vagy csinálhatja azt is, hogy ott hagyja őket, flagmán, tehát vagy támad, vagy pedig elmenekül a kritikára, de semmiképpen sem fogja normális emberi módon lereagálni ezt az őt ért kritikát. Mert ugye őt nem lehet megkérdőjelezni, tehát ő Jánoska ugye narcisztikus, és ő a világon a lehető legjobb szakács. És ha valaki megmerné kérdőjelezni azt, hogy mi az, amit ő csinált, hogy az, amit csinált, az rossz, az lehetetlen, nem létezik, mert ő nem hibázhat. Ez a hamis én. És ezt a kettő módot fogja választani, de semmiképp sem azt, hogy normálisan lereagálja ezt a helyzetet, ami bárkinek ugye rosszul esne, de ezt le lehet normálisan, kultúráltan, emberi módon is reagálni. Adok egy tippet, hogy hogyan lehet egy narcisztikus ugye kezelni. Ha tudod, hogy van a környezetedben egy narcisztikus, akkor mielőtt kritizálnád, nagyon fontos, hogyha azt akarod, hogy ezt a kritikát valamennyire fogadja el, tegyen magáéva, és a reakciója ne az legyen, hogy rád támad, vagy kihátál az egészből, elfut, hanem, ha szeretnéd valamennyire megértetni vele, akkor a következő dolgot tedd. Tehát, mielőtt megkritizálnád, úgy kezd az egészet, most visszamegyik a Jánoska példájára, ugye aki szakács. Tehát, ha most te ültél volna őt, és tudtad volna, hogy Jánoska egy narcisztikus, és az étel valóban egy pocsék szar volt, amit kihozott neked, de ha a közléseden felé változtatsz olyan irányba, amit most a következőképp elmondok, Jánoska, ne haragudj, én ide járok hozzá 10 éve, elismerem a szakmai tudásodat,
és nagyon nagyra értékelem a főztödet, mert mindig tényleg, amit kaptunk, az kiváló volt, de ne haragudj meg, ez a mostani nem volt túlzottan jó. Ha ezt így fogalmazod megfelé a kritikát, hogy először elismered a narcisztikusnak a képességeit, a tudását, akkor ő ezt a kritikát be tudja fogadni, képes lesz rá, mert megadtad neki a tiszteletet az ő szemében. Tehát ha te tiszteletteljesen beszélsz vele, és a mondandódba belevonod azt, hogy elismered az ő tudását, az ő nagyszerű tudását, akkor ezt a kritikát magáévá tudja tenni. Ellenkező esetben már elmondtam, hogy mi lesz a reakciója. Hát ezek lennének a narcisztikusok félelmei, lesz még majd erről videó a későbbiekben is, de már ennyit. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, csatornámon sok anyag van, lehet valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Köszönöm a figyelmet!